A bajnoki zárófordulóban a soproniakat fogadták a nyíregyháziak. Az U14-es gyermekkorosztályban szinte végig vezettek a hazaiak, a mérkőzés azonban döntetlennel zárult, majd 5 méteresekkel a vendégek nyertek. Az Aqua Ese végül az 5. helyen fejezte be a bajnokságot. Kijelenthetjük, hogy a gyermekcsapatunk Édesold kollégámmal nagyszerű munkát végzett egész szezon során. Nagyszerű mérkőzéseket játszottak, és most a végén az utolsó fordulóba a Sopron ellen játszották a szezon egyik legjobb meccsét, és biztató jelekkel várjuk a következő szezont. A gyermekcsapat a B csoportnak az 5. helyén végzett, ami nagy előrelépés, hiszen az előző szezonban a D csoportban voltunk, tehát ugrottunk föl 2 csoportot, és nagyon büszkék is vagyunk a srácokra. A serdülő csapat 12-8-ra kikapott a soproniaktól, és az 5. helyen fejezte be a szezont. Az ifjúságiak 15-7-es vereséget szenvedtek, és végül 6-ak lettek az A2 osztály B csoportjában. A serdülő csapattal lehetett volna jobb is a szezon, azonban volt pár olyan dolog, ami nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Így a tabellán a 4. helyen voltunk, illetve szeretnénk majd a következő szezonban ezt kijavítani, ezt a csorbát. Azonban nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a mostani 2007-esek korosztályt fognak ugrani, így a 2008-asokon lesz majd a főszerep. Az ifjúsági csapatban létszámhiánnyal küzdöttünk egész év során. A feljátszó, serdülő játékosok alkotta együttes. A várakozásoknak megfelelően teljesített. Ők is a B csoportban, viszont a 6. helyen végeztünk, ami szintén előrelépés számukra is, hiszen ugyanúgy 2 csoportot ugrottak fölfele, azonban szerintem még lehetett volna jobb is, viszont így sem vagyunk elégedetlenek, tehát azért örülünk ennek a szereplésnek is. Mint az edző elmondta, reményeik szerint a jövőben már nem kell létszámgondokkal küzdeniük. A létszámunk igazából még a régi időkből jött, tehát még amikor Sóston edzettünk kint. Amióta a városi úszodában vagyunk, egyre többen vagyunk a kicsiknél, viszont a 2005-ösök, akik most öregedtek ki, igazából még a régi sóstói időszakokból jöttek, és ez miatt volt a nagyobb létszámhiány. Viszont ahogy építkezünk fölfele, úgy látszik, hogy azért ez az ifi csapat is majd egyre jobb lesz az idők múlásával. A serdülő játékosok minden hétvégén 2 mérkőzést játszottak, ami nagy erőpróba volt, és ezáltal fejlődtek is egész szépen. A 2006-osok belerázódtak a mostani szezonban az ifi bajnokság légkörébe, és a következő évben a 2006 és 2007-es születésű játékosok már együtt fognak játszani egy mérkőzést, ami alapján bizakodóak vagyunk annak tekintetében, hogy minél jobb eredményt érjünk el majd a következő szezonban az ifi bajnokságban. Bár a bajnokság befejeződött, a játékosok még június 21-ig edzésben maradnak. Aztán következik a nyári szünet, majd július végén elkezdődik a felkészülés a következő szezonra.